Jó reggelt kívánok, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés! Köszöntöm a jelenlévő képviselőket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. Az országgyűlés őszi ülésszakának második ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Lenhardt Balázs és Tarnai Rihárd jegyző urak lesznek a segítségemre. Tisztelt országgyűlés! Szeptember 15-e a demokrácia nemzetközi napja. 2007-ben az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése szeptember 15-ét a demokrácia nemzetközi napjává nyilvánította. Az Interparlamentáris Unió felkérte a világ nemzeti parlamentjeit, csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Erre reagálva a Magyar Országgyűlés 2008-ban elfogadta a kezdeményezés támogató határozati javaslatot. Az emléknapon a világ országainak parlamentjei hangot adnak a demokratikus elvek melletti elkötelezettségüknek, és közösen hívják fel a figyelmet a demokrácia alapelveinek időtállóságára és egyetemességére. A demokrácia nem egyszerűen egy kormányzati modell. A demokrácia az ókori fejlett civilizációkban gyökerező egyetemes emberi értékrend, amely a törvények elsőbségén és az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartásán alapul. A demokratikus állam biztosítja a polgárai számára a jogegyenlőséget és az alapvető szabadságjogokat. Mindez pedig kihat az adott ország politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális berendezkedésére is. Nemrég ünnepeltük az első szabad országgyűlési választások és a szabadon választott országgyűlés megalakulásának 20. évfordulóját. Az elmúlt két évtizedben hazánkban felnőtt egy új nemzedék, aki számára a közügyekben való részvétel már természetes dolog, a rendszerváltás pedig egy távolinak tűnő történelmi esemény. Valamennyiünk feladata emlékeztetni őket arra, hogy a demokrácia Magyarországon fiatal és sérülékeny intézmény, melyet óvnunk kell a fenyegető külső és belső hatásoktól. A demokrácia olyan természetes közeg, amelynek léte sokszor csak esetleges hiánya esetén tudatosul bennünk. Az Európai Unió és a NATO tagjaként egyetemes szerepünk van abban, hogy segítséget nyújtsunk más népek demokratikus törekvéseihez és az ahhoz szükséges béke fenntartásához. A demokrácia alapelveinek minél szélesebb körű elterjesztése és biztosítása az alapvető emberi szabadságjogok tiszteletben tartásának kikényszerítése, a demokratizálódási folyamatok megszilárdítása az egyik leghatékonyabb biztonságpolitikai eszköz. Az országgyűlés, mint legfőbb népképviseleti szerv hatalma a nép akaratából ered. A parlament a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva törvényeket alkot, ellenőriz, ezáltal felelőssége is rendkívüli nagy. Nekünk, törvényalkotónknak, itt a demokrácia központi intézményében igyekeznünk el a társadalom minden rétegének akaratát a lehető legjobb módon képviselni. Élen kell járnunk az emberi és a szabadságjogok biztosításában, a demokratikus intézményrendszer zökkenőmentes működtetésében és átláthatóságának növelésében, mindezt a legszigorúbban vett törvényesség talaján állva. Ha így járunk el, minden év szeptember 15-ével emelt fővel készíthetünk számadást magunkban és a nyilvánosság előtt is. Tevékenységünk nem áldozat, hanem a legnemesebb szolgálat. Cicero szavaival élve, azért vagyunk mindnyájan a törvény szolgái, hogy szabadok lehessünk. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés! Most a napi rend előtti felszólalásokkal folytatjuk munkánkat. A mai napon napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Varga Géza frakcióhelyettes úr a Jobbik képviselőcsoportból.
Az új, egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény tapasztalatai egy boros gazda szemével címmel. Megadom a szót frakcióvezető helyettes úrnak. Elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Ahogy a címben elhangzott, augusztus 1-e óta a gazdatársaim a terepen tapasztalatokat tudnak szerezni az egyszerűsített foglalkoztatási törvény gyakorlati megvalósításával, amit ugye mi alkottunk itt. A Jobbik a választási vidékmentő programjában célul tűzte ki az alulról a duális gazdaság alsó, mára már szegénységben élő gazdálkodók szintjéről építkező versenyképes magyar agrárium megteremtését. Ennek eszközeként a multifunkcionális szövetkezést jelöltük meg, és ezt támogatjuk. Ezért aztán megosztják velünk tapasztalataikat a gazdák, ellátnak bennünket tanácsokkal és visszajelzésekkel a törvényalkotásunkat illetően is. Gazdatársaim legutóbbi ilyen visszajelzése az egyszerűsített foglalkoztatásról alkotott törvénnyel kapcsolatos. Egyebek mellett a Balatonvoglári Pince Szövetkezet elnöke szüreti jelentésében a következőképpen osztja meg tapasztalatait ezzel kapcsolatban. A szövetkezet különböző nagyságú birtokokkal rendelkező tagjainak a tevékenységét fogja össze. A tagok szőlész-borász tevékenységüket fő, illetve kiegészítő tevékenységként végzik. A szövetkezés őstermelőkből és gazdálkodó szervezetekből áll. A szövetkezés lényegéből adódóan így a kisebb birtokok is gazdaságosan fenntarthatóak, hiszen a piacon egy nagyvállalat súlyával együtt jelenhetnek meg. Tevékenységükben a piaci kihívásoknak való megfelelést a munkák költséghatékony megszervezésével érik el. Így kevesebb eszközzel, kevesebb befektetéssel összehangoltan érhetnék el azt, amire atomizált, elkülönült piaci szereplőként nem volna lehetőségük. Így van ez a napszámosok foglalkoztatása esetén is. A józan paraszti ész logikáját követve egy nagyobb, jól szervezett brigáddal, kevesebb eszközzel több ember szőlőjét szüretelnék le egy munkanap, ha a jelenlegi mezőgazdasági idénymunkát szabályozó törvények és rendeletek ezt lehetővé tennék számukra. Az augusztus 1-e napjától hatályban lévő, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló jogszabály előírja, hogy a foglalkoztató jelen esetben minden egyes tag a kis parcelláját leszedő nagy brigád bejelentésére kötelezett. Bár az csak a munka megkezdésekor derül ki, hogy kik lesznek a szüretelők, mégis személyenként kell egyéni munkaügyi nyilvántartó lapvezetését megoldaniuk. Ezt a munka megkezdése előtt a foglalkoztatottal személyenként és laponként aláíratni, majd ezt a munka befejeztével is megismételni. Így adódik, hogy egy 60 fő szüretelő brigád, amelyik a szövetkezet tagjainak a parcellány végig megy, amelyik egyébként 45 perc alatt leszedné ezt a 3000 négyzetméter nagyságú szőlőt, amely egy gazdára jut, a törvényi előírások betartásával a jogkövető foglalkoztató gazda 70 percet fordít az adminisztrációra a következők szerint. Tehát a 45 perces tényleges munkát hasonlítsuk össze a 70 perces adminisztrációval. Aláírás percenként 3 fős sebességgel, ha ezt tudja végezni a gazda, akkor ez 20 perc a munkakezdés előtt. Ugyanez 20 perc a munkakezdés befejezésekor, a 45 perc elején és a végén. Plusz ezen kívül a 19 karakteres bejelentést percenként 2-3 fő sebességgel, ha vesszük, akkor ez 30 perc. Összesen tehát a foglalkoztató gazda 60-szor 45 perc per fő munkaidőre 60-szor 70 perc adminisztrációt kénytelen kifizetni, ami a jogkövető magatartás ára. Ha közben elered az eső, mint ahogy a múlt héten ez nagyon gyakran megtörtént a szüretet megkezdő gazdák körzetében, akkor arról jobban most nem is beszélünk. Akkor ezt az egészet vissza kell csinálni, ha nem tudja visszajelenteni. Ezek után kérdezzük, hogy miért nem versenyképes a magyar bor a világpiacon. Ez persze kedvészegi a józanul gondolkodó szövetkezési tagoknak, és egyáltalán nem tudják üdvözölni az új augusztus 1-e napjától érvényes, egyszerűsítettnek nevezett foglalkoztatási szabályokat. De nézzük vajon, mit jelent mindez az államkasszára nézve. Tudjuk, hogy 1 kg szőlőből 6,5 deci bor készíthető. Éves hazai bortermelésünk átlagban 3 millió hektoliter, ez nagyjából 5 millió mázsa szőlő leszületelését jelenti.
mivel ma már 45%-át a szőlőnek gépekkel szüretelik, ami nem kedvező egyáltalán a minőségre tekintettel, 25%-át pedig családi alapon végzik el, így erre az egyszerűsített foglalkoztatásra mindössze 1,5 millió mázsa szőlőszüret kerülne. Ez 300 000 munkanap, ami 150 millió forint bevételt jelent a költségvetésnek. A Balatonboglári Pinceszövetkezet elnöke teszi fel a kérdést, hogy valójában jogalkotók ezt akarták elérni. Én biztos vagyok benne, hogy nem ezt akartuk elérni, ezért kérem a tisztelt házat, hogy a ezzel kapcsolatos módosító javaslatainkat, amit a közeljövőben be fogunk adni, azt támogassa. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr. Tiszteltel kérdezem, a kormány nevében óhajt-e valaki felszólalással élni? Igen, dr. Comba Sándor képviselő úr, államtitkár úr jelezte, hogy élni szeretne. Államtitkár úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Valóban jogosak azok a problémák, amelyeket ön az előbb itt említett, de szeretném emlékeztetni a tisztelt házat a 2010. április 1-je előtti és az augusztus 1-je előtti állapotokra. Ugye április 1-je előtt a alkalmi munkavállalói kiskönyv volt forgalomba, ami gyakorlatilag ugye katasztrofális helyzetet okozott a egyszerűsített, illetve alkalmi foglalkoztatás tekintetében. Április 1-től hatályba lévő jogszabályok, ugye az előbb említette, hogy nagyságrendileg 40 percet vesz igénybe egy-egy ember bejelentése. Hát szeretném jelezni, hogy ez az augusztus 1-es állapotokat megelőzően, ez a kétszerese, háromszorosa kellett volna, hogy legyen a mostani helyzetnek. Tudnélik, két példányban jelenlétévet, ugye kellett vezetni 18 adattal minden reggel kitöltve és aláíratva. Tehát a törvényalkotó szándéka, és itt ugye személy szerint is elkövető voltam, Font Sándor képviselőtársammal együtt nyújtottuk be akkor még a javaslatot, aminek az volt a lényege, hogy tüzet oltsunk. Akkor is elmondtuk, és most is elmondjuk, hiszen számos olyan probléma keletkezett az egyszerűsített, illetve alkalmi foglalkoztatással kapcsolatban korábban, amit nem lehetett megvárni, hogy a szezonnak úgy menjünk neki, hogy egyébként ugye akár a mezőgazdaságban, akár az alkalmi foglalkoztatásban gondot okozzon. Egyébként számos jó példát is tudnék mondani a saját választókerületemből is, illetve a térség más gazdáitól, ugye mifelénk az alma szüret dívik éppen mostanság, és ott kifejezetten jó tapasztalatokkal jönnek a gazdák, és örülnek, hogy sikerült a könnyítéseket végrehajtani. Azonban azt is látni kell valóban, hogy egyrészt a munkáltatók, a másrészt pedig a munkavállalók érdekeit is képviselni kell adott esetben. Tehát az egyszerűsített foglalkoztatás lényege az egyik oldalról az volt, hogy minél egyszerűbben, akár egy telefonos bejelentéssel ugye meg lehessen ezt a problémát oldani. Ezért van, hogy 500 forint, illetve 1000 forint, tehát nagyon alacsony az az összeg, amelyet közteherként napi szinten be kell fizetni, hogy ne a fekete foglalkoztatás felé toljuk el, ugye, mint a korábbi időszakban jellemző volt ezt a rendszert, ugyanakkor a munkavállaló oldaláról is kell garancia. Kell garancia arra, hogy a munkabért kifizetik, kell garancia arra, hogy megfelelő egészségügyi szolgáltatásokat tud igénybe venni ezután a fajta foglalkoztatás után is. Ezért van az, hogy amit ön is említ a ugye munkaidő nyilvántartás, ami hiába töröltük el a jelenlét évet, gyakorlatilag a munkaidő nyilvántartás, az kvázi ugye belépett a helyébe, és ez adminisztrációs